Na hellóztok, nos hát a mai részben arról lesz szó, hogy hogyan készíthettek magatoknak egyszerűen és gyorsan tese szabott itemeket, felszereléseket, olyasmiket is, mint például amit a rejtett háznál láthatatok. Nos hát ennek rengeteg módja van, ilyen például a sima command block-ba való beírás, egy MC edit filter, egy GIF command generátor, vagy esetleg egy MBT Edit is. Na most ezek közül fogok egy párat bemutatni, amik számomra a legszimpatikusabbnak tűntek, és hát eldönthetitek, hogy ti is ezzel szeretnétek -e dolgozni, vagy sem. Egyébként a legtöbb ilyen testre szabott item elkészítésekor nem is feltétlenül kell tudni vagy érteni magát a parancsort, aminek a segítségével létre lehet hozni egy ilyet. Attól függetlenül természetesen megpróbálom elmagyarázni, hogy értsétek is, amit csináltok. Hiszen később akármi közben jött egy ilyen parancs elhelyezésekor, és akkor jó, hogyha az ember tudja, hogy hol kell belenyúlni a parancsorba és átírni valamit, hogy jól működjön. Úgyhogy legyen is mondjuk egy viszonylag sok tulajdonsággal rendelkező kard a célunk, és hát részben ehhez a kard elkészítéséhez ezt a GIF command generátort fogom használni. És emellett, hogy lássátok is, hogy miért és milyen részekből áll össze ez a parancsol, párhuzamosan fogom készíteni egy sima mezei command blockban a részeit. Most hát akkor kezdjük is az elejétől. Give a nevünk, vagy esetleg kukac P, hogyha a legközelebbi playernek akarjuk adni, kukac R, hogyha a random playernek akarjuk adni a szerveren, kukac A, hogyha mindenkinek akarjuk adni a szerveren, vagy kukac E, hogyha pedig az összes entitásnak akarjuk adni a szerveren, de természetesen ugye disznónak nem lehet givingelni egy gyémet kardot, úgyhogy ugyanúgy megkapja az összes player, mivel mi is entitások vagyunk. Tehát itt igazából a kukac E-nek nincs is nagyon szerepe, úgyhogy ugorjunk is tovább. Ezután jön ugye, hogy mit akarunk givingelni, tehát Minecraft 2. diamond Sword, vagy csak simán Diamond Sword. És utána a mennyiség, tehát egy Ez lenne ugye egy nagyon alapparancs, tehát feltételezem ehhez már mind a nyíltoknak volt valamennyi dolga. Tehát szerintem akkor mehetünk is tovább az izgalmasabb részére a dolgoknak. A következő szám az az állapota a kardunknak, tehát hogy mennyire legyen használva. Ha akarjuk, akkor akár giving úgy is, hogy csak egy ütés legyen benne. Ha ide nullát írunk, akkor nem módosítjuk az állapotát, tehát egy teljesen épp kardot fogunk kapni, úgyhogy mehetünk is tovább. Nézzük is csak, mondjuk szeretnénk neki egy különleges nevet adni. Ez kapcsoló zárójelen belül display, kettős pont, egy újabb kapcsoló zárójel, Name, kettős pont, két idézőjel, és akkor egy közé írhatjuk azt a nevet, amit szeretnénk a kardunknak. Tehát legyen mondjuk Ice Blue, Sword és kész, ennyi. Utána pedig bezárjuk az első kapcsoló zárójelet, és majd a másodikat is. Adjunk hozzá még valami kis lord is, tehát egy leírást a fegyverről. Visszamegyünk a display-en belülre, hogy lord kettős pont, Szögletes zárója, egy idézőjel, és már írhatjuk is a szövegünket, ha azonban a szövegbe még szeretnénk elhelyezni idézőjeleket, akkor elé tegyünk egy backslash-t, és akkor fog működni. Az a jó még, hogy több lót is adhatunk neki, tehát egy veszővel elválasztva már írhatjuk is a következőnket, és egy szögletes zárójellel a végén már kész is van ez a része is a kommandunknak mondjuk lehet, hogy ez a Black slash is nem sokatoknak fog kelleni, minden esetre, hogyha kén ott van, úgyhogy hát szerintem mehetünk is tovább. A következő cucc, amit itt az oldalon láthattok, az, hogy can destroy, can place on, stb. Ezek csak adventure módban lehetnek jók. Ilyet én most nem is fogok rátenni, ennek a segítségével mindössze csak azt adhatjuk meg, hogy Adventure módban milyen blokkokat törhetünk szét mondjuk egy pickaxe Ennyi. Ugalhatunk is a következőre, amit már inkább fogtok használni. Ezek ugye az enchantmentek, ez is mehet a displaybe, Ange, kettős pont, szögletes zárójel, kapcsolat zárójel, ID, itt tudjuk kiválasztani, hogy milyen enchantot szeretnénk rá. Én mondjuk szeretnék egy Sharpness-t, ennek ugye 16-os az id az enchantment id akármilyen wiki megtalálhatjátok. És utána pedig egy veszővel elválasztva, LVL, kettős pont, és ide pedig beírjuk, hogy a Sharpness hányas szinten legyen. Még hozzáadok egy Fire Respect-et, és egy Unbreaking-et is, és természetesen annyit adhatok hozzá még, amennyit csak szeretnétek. Ha ezzel meg vagyunk, még van egy nagyon hasznos, azonban egy kicsit már bonyolultabb bővítés. Ez pedig a különböző attribútoknak a hozzáadása, tehát még egy pár új egyéb tulajdonság hozzáadása, ami viszont akkor lép érvénybe, hogyha felvesszük, vagy akár csak a kezünkbe tartjuk a kívánt itemet. Ennél a pontnál viszont rengeteget kell élni, tehát az ember elkezdői attribute modifiers, és utána még rengeteg kis kiegészítést kell tennünk, hogy egész legyen és jól működjön a parancsunk. Úgyhogy nem is tudom, miért oldották meg ezt ilyen bonyolultan, de ezt most inkább nem olvasom fel, úgyis csak összezavarná az embert. A lényeg az, hogy itt kiválaszunk egy attribútot, mondjuk én azt szeretném, hogy nekem kétszer a életem legyen, hogyha ezt a kardot fogom. Tehát ide beírom, hogy generic.maxhealth, ezután egyszerűen csak veszővel elválasz, adok neki egy amontot, ugye összesen van 20 életünk, tehát hogy kétszer legyen, adok neki még egy 20-ast. És még ezt is meg kell adnunk, hogy milyen módon adja ide nekünk ezeket az életeket, E közül a három közül választhatunk, csak simán plusz-minusz amont, vagy százalékos addiktív, vagy százalékos multiplikatív módon kapjuk meg Igazából a százalékos és a nem százalékos plusz-minusz mód között van a nagy különbség. Jelenleg nekünk az Operation nulla kell, ugye ez az, amit csak darab számot ad, és hát jelenleg nekünk ez is kell, plusz 20 darab élet, úgyhogy jó is lesz így. Azonban van még valami, ami egy kicsit megbanyolítja a parancsolunkat, méghozzá, hogy a fegyverünket el kell látni egy UUID-val, Hűha, ez már egy tök más téma, úgyhogy annyira mélyen nem is szívesen mennék bele. Rövidre fogva, tényleg nagyon röviden elmondva, ez az az ID, ami két ugyanolyan entitást vagy itemet meg tud különböztetni egymástól. Nagyon szuper egy dolog az egyébként, például olyanokat lehet vele megcsinálni, hogyha van 63 darab sima stone blokkom, és van még egy látszólag teljesen ugyanolyan kövem, azonban egy másik uuid vel ellátva, akkor azt a 63 stone blokkot már nem tudom kiegészíteni egy 64-es pakra. Ugyanis hát nem engedi összetenni ezt a két látszólag ugyanolyan követ, hiszen más a UUID-juk. Vagy 50 zombiból ki lehet szűni egyet, akinek speciális UUID-t adtunk. Vagy esetleg speciális UUID-vel ellátott nyílnak a kilőtt nyílveszőit is meg lehet ám különböztetni a többi átlagos kilőtt nyílveszőktől. Rengeteg dologra jó. Úgyhogy pont a bonyolultsága miatt én most nem is mennék bele, a lényeg az, hogy csak írjátok oda végére azt, hogy UUID most és egy random számot, és veszővel elválasztva egy UUID list és megint egy random számot. Ez már meg lesz különböztetve a többi gyémántkartól ez a kard, és emiatt el lehet látni ilyen attribútokkal, tehát tökéletesen fog működni majd a parancsunk. Még hozzáadok egy speedet, annyi különbség, hogy ez most százalékos módon fogja adni nekünk, tehát kétszer olyan gyorsak akarok lenni, mint most, tehát hozzáadok még 100% speedet, mint ami alapból nekünk van. És szerintem ezzel készen is lennénk az attribútokkal. Már majdnem készen vagyunk, ezen kívül már csak egy dolog van, amivel még esetleg lehet bővíteni a fegyverünket. Ezekkel az úgynevezett flegekkel. Ezek arra szolgálnak, hogyha esetleg azt akarjuk megoldani, hogy hiába vannak rajta, de ne lehessen látni az tolást, az attribútokat, vagy esetleg azt, hogy hol lehet letenni, stb. Úgyhogy szerintem erre most nincs is szükségünk, hanem akkor kész is van a szuperfegyverünk. fegyverünk. már itt az oldalon is megkaptátok ugyanazt a parancsot, amit én eddig itt a command blogba írtam, úgyhogy innen már csak ki kell másolnotok, és b egy minecraft command blogba, majd ott aktiválni ezt. Úgyhogy nézzük itt csak meg, hogy milyen a gyakorlatban. Vissza is váltam a game -modomat, és ahogy a kezembe fogtam a kardot, mint láthatjátok, már sokkal gyorsabb vagyok, mint eddig voltam. Sőt, ugye az életem is kétszer akkora, mint ami alapból lenne. Szépen felregenerálódna itt magának, de hogy én ezt a folyamatot egy kicsit meggyorsítsam, rányomok erre a regenerációdásra, így már tele élettel is mehetek tovább. Itt egy estállítás, és le is két zombit. Mint láthatjátok, nagyon effektíven működik ez a kard. Rajta van ugye a sharpness, az unbreaking és a fire aspect is. Egy dologgal azonban még biztos, hogy lehet bővíteni és jobbá tenni ezt a kardot, méghozzá, hogy egy színezett névvel lássuk el. Ehhez én az NBT editet használtam, ugyanis ezzel elég egyszerű megoldani mondjuk egy színezett nevet, a program letöltési a leírásban megtalálhatjátok. Erről a programról is akármint az MC Edit-ről lehetne beszélni egy teljes videót, de most csak fókuszáljunk egy részére, hogy mégis vajon hogyan lehet megoldani egy ilyen névszínezést. Nos, ha ben vagytok a programba, akkor a szép széteken belül megtaláljátok azt a mentést, ahol éppen előbb dolgoztunk. Nekem ez a custom item néven van. Aztán oda beléptek, ott kikeresitek a level.datot. Ha az is megvan, akkor egészen alul megtaláljátok az inventorit. Az inventorin belül lenyitjátok azt a kis dobozt, és ott lesz bent egy olyan, hogy tag. Ezen belül rámentek a displayre, és ott van a neve, plusz egy lore, ugye, amit megadtunk. Fontos, hogy ezek a mappák csak akkor elérhetők, hogyha a player inventoriában tényleg ott van ez a kard, amiről most beszélünk, és át is van nevezve, különben nem látszana ez a display. Na, ezt a német megnyitjátok, és ott, ahol szeretnétek színezni, vagy esetleg megvastagítani, kiemelni a szöveget, oda a Minecraft Color és Formatting Codes alapján beírhatjátok ezeket a színeket és formázási módokat, és a végén egész szép színezett és hát formázott nevet kaphatunk. Na, a színezéssel meg is vagyok, és az Ice Blue részét még egy picit megvastagítom, hogy lássátok, hogy ilyet is lehet csinálni, és hogyha ez megvan, mentjük és vissza is térhetünk magába a játékba. És végeredménynek itt is van a szuperfegyverünk, egyedi formázott és színezett névvel, plusz egy idézettel ellátva, és emellett egy csomó jó enchantal és egyéb tulajdonságokkal felruházva. Szerintem ez majdnem mindent magába foglalt, hogy hogyan lehet egyedévé tenni és testre szabni egy akármilyen itemet. Szóval remélem, hogy tudtam segíteni, és továbbra is velem tartotok. Ha kérdésetek van, természetesen csak kommentben jelezzétek, és hát találkozunk a következő videóban. Addig is minden jót, és sziasztok!